A Szabolcs szatmár Márbereg megyei kereskedelmi és iparkamara egyik kiemelt feladata az évben a vállalkozók számára elindított mentorprogram. Ezzel a korábbi plátó programhoz hasonló sikereket szeretnének elérni. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Nagy Varga Katalin, a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára. Jó estét kívánok. Mentor program miről szól a fáma, mit lehet -e erről tudni? Ez is egy KKV-kat segítő program, és azért ez a cím, hogy bízunk abban, hogy olyan sikereket fogunk elérni, mint a Plátó programban, hogy akik részt vettek a Plátó programban azok tudják azt, hogy nagyon nagy eredménye volt a programnak, nagyon sikeres volt, nagyon szerették a vállalkozások, akik részt vettek benne, és még a mai napig is működnek plátó csoportok itt a megyében is, és az országban néhány megyében. És én úgy gondolom, hogy a sikerünknek az lesz az alapja, hogy ebben a mentorálási tevékenységben igen komoly tapasztalatokkal rendelkezünk a kamarában. Nagyon sok munkatárst vett részt a Plátó is, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk adaptálni majd a mentor programra is. Most egy munkatárs csak a mentor programmal fog foglalkozni, és ő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irányítása alatt dolgozik majd, hiszen minden megyében van egy ilyen mentor, egy, egy koordináló személy, aki ezeket a feladatokat ellátja majd a kamarán belül, és ő fogja ezt a tevékenységet koordinálni, összefogni, keresni azokat a vállalkozásokat, akik a mentori tevékenységet szeretnék ellátni, illetve azokat a vállalkozásokat, akik mentoráltakká szeretnének válni. A programnak két fő pillére van, van a személyes mentorálás és van a szakmai mentorálás. Miért kitélünk erre, bocsánat, csak Igen. még egyetlen egy dolog, hogy hogyan kell ezt elképzelni, tehát hogy, hogy gondolom akkor itt KKV-król van szó, tehát kik azok akik jelentkezhetnek. Mit szeretnének elérni ezek a kis- és középvállalkozók? Kis- és középvállalkozásoknál keressük azokat, akik beszállítóvá szeretnének válni, és szeretnének úgy fejlődni, hogy egy nagy cég beszállítójává válhassanak, illetve a külpiacra jutásukat szeretnénk segíteni esetleg már próbálkoztak, nem sikerült külpiacra jutniuk, vagy most szeretnének külpiacra jutni, és ebben a mentor cégeknek a képviselői segíthetik majd őket. Akkor a plátó program alatt hogyan sikerült kijuttatni őket a külpiacra, illetve milyen külpiacokra? A Plátó program az azért volt érdekes, mert ott a Flamand kormány támogatta ezt a programot, tehát a külpiacra jutásnak már volt egy olyan alapja, hogy a Flamand kormány támogatásával, illetve a kelet-frandiai kereskedelmi és iparkamarával együttműködve támogattuk ezeket a kis és közép vállalkozásokat, És itt adott volt az, hogy a flamandokkal való együttműködés segítsük, illetve a flamand kapcsolatok révén számtalan olyan nemzetközi lehetőség nyílt meg a vállalkozók előtt, amit ki tudtak használni. Tehát, ha valaki esetleg azt a célt tűzte ki, hogy szeretne az orosz piacon hódítani, akkor önök ebben megpróbálnak segíteni. Igen, természetesen. Tehát olyan külkapcsolatokkal rendelkezünk, amivel tudjuk segíteni a gazdálkodó szervezeteket. Nagyon sok olyan nemzetközi kapcsolatunk van, ami, ami élő kapcsolat, tehát hogyha valakinek külpiacra jutásban segíteni kell, akkor a munkatársak ebben segítenek. Az egyetlen hibája a rendszernek az, hogy a visszacsatolás nem megfelelő, tehát amikor már valakinek sikerül a külpiacra jutnia, arról már a kamara nem kap visszajelzést, hogy igen, a kamara segítségével nekem sikerült egy ilyen kapcsolatot képíteni. Ezzel egyébként mindenki szembesül, és erre kellene majd valami tematikát kidolgozni, hogy ezt hogyan tudják visszajelezni Tehát akkor örül neki, és akkor el van a boldogságával, mondhatnánk ezt, igen, mondhatnánk. ezt, ezt így is. De hogy, hogyha valaki esetleg nem piachódításban törekszik, hanem, 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 hanem fejleszteni szeretné a vállalkozását, akkor gondolom E tekintetben is tudnak segíteni. Erre is lehetőség van. Aki részt vesz ebben a programban, lesz egy online tananyag is, amivel fejleszthet a tudását, illetve 4-8 fős csoportokban fognak együtt dolgozni. Tehát itt a szakmai tapasztalatokat ki tudják majd cserélni a gazdálkodó szervezetek, és ugye a mentor cégek, a nagy cégeknek a képviselői segítik majd őket, tehát az esetleges problémáikat meg tudják beszélni. Egyébként lesznek olyan események, amikor különböző előadásokat, tájékoztatásokat hallanak meg, beszélnek majd minőségbiztosításról, európai jogról, uniós jogról, logisztikáról és különböző szakmai, pénzügyi, logisztikai, lean rendszerekről. Tehát ezeket a, a szakmai e támogatásokat megkapják majd. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos egy kis és középvállalkozás életében, mert nem biztos, hogy ő magának ezeket a feltételeket, illetve ezeket a képzéseket meg tudja teremteni. Beszélgetésünk elején egy kicsikét önbe folytottam a szót, tehát hogy akkor többféle verziója van, ugye? Tehát személyes és csoportos is, hogyha hogy jól tudom. Tehát minden vállalkozónak akkor van például egy személyes mentora. Igen, külön kell választani. Amiről eddig beszéltünk, az főként a szakmai mentorálásra vonatkozik, amikor csoportokban dolgoznak a gazdálkodó szervezetek, és van egy személyes mentorálási része is. Ez főként a fiatal vállalkozásokra, a női vállalkozókra és a generációváltás előtt álló vállalkozókra szeretnénk kiterjeszteni. És itt azt jelenti, hogy egy KKV-hoz rendelünk egy mentort, aki segíti ezeket a folyamatokat, és gyakorlatilag egy személyes tanácsadást lát el egy éven keresztül, ami azt jelenti, hogy egy éven keresztül a mentor és a mentorált vállalkozásnak a vezetője találkozik egymással, személyesen megbeszélik a problémákat, és a mentor segíti a gazdálkodó szervezetnek a tevékenységét. Nagyon fontos az, hogy a KKV-k legyenek nyitottak erre, és elkötelezettek legyenek ez iránt a program iránt, hogy végigvigyék ezt az egyévet és egy év után el tudják mondani a tapasztalataikat, és el tudják mondani azt, hogy mennyire fontos volt ez számukra. Milyen tevékenységet végző vállalkozásokról van szó? Itt a tevékenységi kör főként a termelő vállalkozásokra vonatkozik, illetve azokra, akik olyan tevékenységet végeznek, vagy olyan terméket állítanak elő, amivel külpiacon meg tudnak jelenni és főként azokat, akik esetleg beszáll, olyan terméket állítanak elő, vagy olyan tevékenységet végeznek, amivel beszállítóvá válhatnak. Ez a programban konkrétan le van írva. Ez a, ezek a folyamatok majd szeptember, most az előkészítés folyik, ahogy említettem, tehát szeptemberben indul majd konkrétan a program, de ezzel kapcsolatban a programnak a honlapján részletes tájékoztató található a vállalkoztudatosan.hu weboldalon, illetve lesz ezzel kapcsolatban egy tájékoztató előadás a kamarában ez év e, májusában majd, amiről majd e, egy tájékoztató levelet fogunk küldeni minden érintettnek. Tehát akkor gyakorlatilag most zajlik a jelentkezés, a toborzás, mondhatnánk. Van valamilyen maximális limit? A megyéből 24 vállalkozás vehet majd részt ebben a programban az első évben. Bízunk benne, hogy ez folytatódni fog, és, és, még további vállalkozások is részt vehetnek majd. A 24 fő részvétele az úgy ö, osztódik majd meg, hogy, hogy, két beszállítói csoportot indítunk majd, és egy olyan csoportot, ami a külpiacra itt jutásra törekszik, tehát így a háromszor nyolc fős csoportok így jönnek össze. Jelentkezés pénzügyi feltételei? Nincsen pénzügyi feltétele. Szeretnénk, hogyha a vállalkozások ezt úgy vennék, hogy, hogy nem komolytalan a program azért, mert nincs pénzügyi feltétele. Én mindenkinek javaslom, hogy jelentkezzen a programra, próbálja ki. A Plátó programban is az volt az érdekes, hogy nem adtunk a gazdálkodó szervezeteknek pénzt, hanem egy lehetőséget adtunk. Egy lehetőséget arra, hogy új technikákat, technológiákat, egymással való kommunikációt tanulj, meg, És megtanulják azt, hogy hogyan lehet az egymással való kommunikáció folytán az üzletüket minél sikeresebbé tenni. Tehát ez tipikus, ugye nem halatattunk az illetőknek, hanem megtanítottuk őket horgászni. Viszont van egy vállalkoz-digitálisan program is, ahova várják a vállalkozókat. Igen, a kamara számtalan programot futtat, és a KKV-kat próbálja segíteni, különböző lehetőségeket ajánlva számukra. A Vállalkoz Digitálisan program három és fél éve kezdődött el. Itt a kis- és középvállalkozásoknak arra szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy mennyire fontos a mai modern világban az infokommunikációs eszközöknek a használata. Ezzel kapcsolatban már számtalan tájékoztató előadást szerveztünk, és a következő ilyen tájékoztató előadás lesz Nyiregyházan a jövő héten, április 4-én, amire mindenkit szeretettel várunk. Itt főleg a szolgáltatásban tevékenykedő vállalkozásoknak szeretnénk hasznos tanácsokat adni. A nagyon Gondolom, ha létrehozták ezt a programot, szükség van erre a programra, tehát hogy még mindig nem érzik fontosságát a vállalkozók. Igen, még mindig gond van. Tehát érnek. az, hogy a vállalkozók felismerjék azt, hogy, hogy a honlapoknak a használata, az e-kereskedelem, a különböző e-dolgoknak az ügyintézése, hiszen itt most már a cégkaputól kezdve minden az interneten keresztül zajlik, nem zárkózhatunk el ezelőtt. Tehát erre fel kell készülni, és a vállalkozók, náluk mindenképpen arra kell törekedni, hogy ezeket az eszközöket használják és a saját vállalkozásuk javára fordítsák. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.